Ez a tartós növekedés a gazdaságfejlesztés területén elkezdődött, és azóta is töretlen. Tolna megye gazdaságát jellemezte így a pénzügyminisztérium főosztályvezetője még október közepén. A szakértő szerint a javuló mutatókhoz az olyan kezdeményezések is hozzájárultak, mint a Tolna megyei foglalkoztatási paktum. A paktumot a megyei önkormányzat vezetésével 2 éve hozták létre. Most arra 30 tagja van a szövetségnek, az alapítók mellett a kormányhivatal, önkormányzatok, vállalkozások fogtak össze, hogy javítsanak a foglalkoztatási mutatókon, hogy így reagáljanak az egyre szorítóbb munkaerőhiányra. Ők rendeztek most pályaválasztási napot Bonyhádi általános iskolásoknak. A feladatok között szerepel azt, hogy a munkaerő olyan tudással történő ellátásához segítése, amely a mai munkaerőpiacon, a változó világban az egyre növekvő igényeknek megfelelően olyan humán munkaerővel látja el a vállalkozásokat, amelyek számukra a mai kihívások mellett megfelelnek. Vagyis a program célja az volt, hogy a diákoknak már most a középiskolai tanulmányaik megkezdése előtt segítsenek olyan szakmákat választani, amiknek a birtokában könnyen tudnak munkát vállalni. Már most alapvetően a 8-osokat arra orientálódni, hiszen ők akkor már készen érkeznek a munkaerőpiacra, hogy ne egymást meghallgatva, kvázi úgynevezett divatszakmákat választva döntsenek. A Tolna megyei foglalkoztatási paktumra 2020-ig több mint 1 milliárd 200 millió forintot fordíthatnak a projektgazdák.